Kollát István Tibor a harmadik dózis Covid ellenes vakcinát kapta meg vasárnap a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. István fontosnak tartotta a harmadik adag beadatását. Rengeteg gyerekkel, rengeteg emberrel találkozok a munkám során, és ugye az egyetemen is rengeteg emberrel vagyok kapcsolatban. István saját bevallása szerint alaposan mérlegelt a harmadik adag vakcina felvétele előtt, végül a beadatás mellett döntött. Az iskola kezdés és a szeptember is sokakat ösztönöz az oltás felvételére. Jövő héttől járunk ki az óvodákba szűrni a gyerekeket és az iskolákba. Logopédusként dolgozok a szegedi szakszolgálatnál, és úgy gondoltam így 2 év online oktatás után, hogy kihagyhatatlan az, hogy én is védve legyek. Napjainkban már érezhető, hogy a negyedik hullámtól egyre többen tartanak. Az első és második körösök oltásoknál a fiatalabbak vannak többségben, a 12 és 16 éves korosztály oltása elkülönítetten történik a gyermekgyógyászati osztály megfelelően felszerelt szakrendelőjében. Itt gyermekorvos adja be a első és második körös Pfizer oltásokat. Az egészségügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél kevésbé legyen veszélyes Magyarországon a Covid vírus negyedik hulláma. Napjainkban ismét százas nagyságrendben nő az aktív fertőzöttek száma, ami azt mutatja, a veszély valós és főként a vírus delta variánsa terjed.